Ferenczi Sándornéval beszélgetünk arról, hogy a kutyásoknak mennyire nehéz ez a járványügyi helyzet, amikor versenyek sincsenek. Nehéz időszak ez a kutyásokra is, hogy nem mehetnek. A kutyák is nagyon várnák, hogy a szabadban dolgozzanak, mondja a kutyakiképző szakember, aki bízik benne, hogy folyamatosan feloldódik a járványügyi helyzet, és tud menni versenyekre és a kutyaiskolába is. Nehéz időnk van most azért a kutyásokra is, hogy nem mehetünk. Ugye a kutyák is nagyon várnák ugye a szabadba dolgozni, ugye én is munkakutyás vagyok, munkakutyáim vannak, ugye ezek állandóan dolgoznának. Hát bízunk benne, hogy hamarosan feloldódik, és akkor tudunk menni versenyekre, mert készülök munkakutya versenyre is, meg azért a kutyaiskolába is ki tudunk majd menni, és akkor kutyázgatunk egy. Otthon napi tréninget csinál az akadályokon a kutyáival, készül a munkavizsgákra velük, és a tenyészszemlére is. Itt segítje Domján Gabi, aki szépen dolgozik a kutyákkal a tenyészszemlére. Én ide haza csinálom minden nap. Minden délelőtt, délután, mikor az idő engedi, én ugyanígy téringezek itthon, az udvaron akadályaim vannak, ugyanúgy tudok készülni, BH-ra, IPO, egy munkavizsgára, mint amire készülünk, tenyészszemlére. Hát végül is a tenyészszemlébe van egy nagyon jó kis segédem, Domján Gabinak hívják. Nagyon szépen dolgozik a kutyákkal, úgyhogy gratulálok is neki ezen a szinten, mert tényleg az ősszel egy nyers kutyával kezdtük a tenyészemlére készülődést, és olyan szépen belevezette, benevelte, vehettünk volna tenyészemlére, mire elkészültünk, akkorára kijött a körlevél, hogy nem lehet menni, úgyhogy sajnos elmaradtunk a tenyészemlével. 2020-ban Salgótarjánban, Békés Csabán, Debrecenben versenyeztek, és pár kiállításra is el tudtak menni. Csak sikerült elmennünk, ugye, mint ahogy már beszéltünk régebbről is, ugye maradtak el kiállítások, a Salgótarjánban az idén is elmaradt, ugye tavaly is elmaradt, beneveztünk. Hát igen, utána el tudtunk menni Békés Csabára, azért a nyár folyamán csak tudtunk menni Debrecenbe, úgyhogy egy pár kiállításra csak el tudtunk menni. Hát bízunk benne, hogy az idén is el tudunk majd menni. Az unokák és kutyások szép eredményeket értek el a versenyeken. Gyerek-kutya párban indult Bencuska és Mircsike is. Második-harmadik helyezést értek el. Nagyon szép eredményeket értek el, büszke is vagyok rájuk. Gyerek-kutya párba indultak Bencuska és Mircsike is, úgyhogy itt Karcagon is 19-ben volt a CAC kutya kiállításunk. Délelőtt, délután mind a két alkalommal bejutottak a döntőbe. Második-harmadikos helyezést értek el, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy azért az unokák is kutyások velem együtt. Ferenczi Sándorné bízik abban, hogy valamilyen versenyt idén rendeznek, úgy engedelmes, ügyesség és őrzővédő szinten. Nagyon szeretnék, mert én is házilag, mint ugye karcagi kutyás, hát nagyon szeretnék egy házi munkakutya versenyt rendezni a nyár folyamán, úgy engedelmes, ügyességi és őrzővédő szinten, hát nagyon, hát készülünk rá, de majd meglátjuk, de nagyon szeretném megcsinálni. Karcagon megszűnt a kutyás egyesület. Erről is szólt a szakember, amit nagyon sajnálja 40 éves kutyás tagsággal. Nagyon sajnálom, hogy megszűnt a Karcag egyesület. Ugye kevés tagság volt, és így az elnök úr arra döntött, ugye megbeszélés során, hogy szóval megszünteti, mert ugye ebből a pár emberre nem lehet fönntartani. Hát nagyon sajnálom, mint 40 éves kutyás tagságommal rendelkeztem, alapító tagja voltam, de amire azért büszke vagyok, mert minden évben úgy az évkutyája, évtenyésztője, évmunkakutyája, minden gyűlésen serlegekkel jöttünk haza, még most is az utolsó gyűlésünk volt 2020-ban, onnan is 7 darab serleggel jöttünk haza, hát ez végül is a munkánknak a dicsősége. Büszke az év kutyája, az év tenyésztője, az év munkakutyája címeire, serlegeire és unokáira is, akik az iskolában is szépen teljesítenek tanulásban és versenyeken is eredményesek. Igen, büszke is vagyok rájuk, mert azért most is voltak föladva, hogy elkészítették a szőlős halmot, ami csodálatos volt. Nagyon büszke is vagyok rá, mert azért aranydíjba részesültek, úgy Mircsike, mint Bencuska, de amúgy is mindig készülnek. Most volt a víznapja,
és arra is készítettek ilyen halak, úszkálnak akváriumba, a mércsike, hát szóval nagyon szép, meg ugye Bencuska is mindig, ami leckék feladnak, már rögtön csinálja, készülnek, úgyhogy büszke vagyok rájuk, mert nagyon ügyesek. Most volt egy ilyen pályázaton elindult, és akkor most kaptuk az e-mailt, hogy a második korosztályos és osztályos szintjén harmadik helyezést ért el, és ami azt jelenti, hogy Karcagról egyedül Mércsike második A-osztályos tanuló jelentkezett, és szóval harmadik helyet is ért, és büszkék is vagyunk rá, mint karcagiak. Ferenci Sándorné a karcagi kutyaiskolát folytatni fogja, megkérte az önkormányzattól a helyet, és folyamatban van a Szivárvány úti iskola átvétele.